Ám mit súg a halott csönd az anyának? Mit fihet haza a szél az árváknak? Mi hang csendülhet a hitves szívében? Mi tartja meg őt hazaváró hitében? S miközben gondolatom ideér, testem a hómezőn lassan már nem él. 81 éve indult mínusz 30 fokos hidegben a Dóni áttörés, a II. Világháború magyar szempontból egyik legtragikusabb eseménye. Itt vagyunk a Dóni áttörésnek az ünnepségén, és szomorúan kellett megállapítanunk, hogy azért ez megyénkben is nagyon sok embert érintett, szám szerint 4102 fő, és Szekszárdról konkrétan, amíg pontos adataink vannak, 172 fő veszett oda. Magyarul ez 250 családot érintett így hozzátartozók szempontjából. Gyakorlatilag hát most egy kicsit hűvösebb van a megszokotthoz, de abba azért, ha belegondolunk, hogy azok az emberek mit éltek át ott abba a helyzetbe, abba a mínusz 35-40 fokba, meg hát a hiányos felszerelésbe, ilyen papírtalpú bakancsba, szóval azért akkor újra kell gondolnunk ezeket a hozzáállásokat, és hát a borzasztó szenvedésen mentek keresztül, és konkrétan a csatába ott a 250 ezerből 125-130 ember odaveszett, természetesen a többiek a lágerbe is, és nagyon sok olyan emberről nincs is hír, hogy gyakorlatilag hova tűnt, vagy milyen alkalommal, de lényege az és a legszomorúbb dolog, hogy nem tért haza. Akik hazatértek, hát azok is nagyon-nagyon megszenvedtek, és borzasztó nyomot hagyott az életükbe, úgyhogy nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, hogy folyamatosan évről évre megemlékezzünk, és mindent elkövessünk annak érdekébe, hogy a magyar nemzetnek még egy ilyen sors tragédiája ne forduljon elő. A katonák hősiesen harcoltak ugyan, az első támadást vissza is verték, de nem bírták feltartóztatni a sokszoros túlerőben lévő szovjet vörös hadsereget. Január 12-e a II. Magyar Hadsereg emléknapja. A magyar királyi II. Honvéd hadsereg 1943. januárjában arra készült, hogy felvegye a harcot a 6-7-szeres túlerőben lévő szovjet csapatokkal, és tartson ki addig, ameddig csak tud, mert ezt követelték meg tőlük előjáróik. Petkó Tamás plébános beszédében a haza iránti elkötelezettségre hívta fel a figyelmet, amely már a csatamezőn is megmutatkozott. A mai hazaszeretet, ahogy mondtam is, hogy az most nem abból áll, hála jó Istennek, hogy katonáink meghalnak, de úgy tudni kell azt, hogy a hazát úgy lehet szeretni, hogyha a magyar emberek békében vannak. Most ilyen pillanatban mindenki arra gondol, vagy nagyon sokan gondolnak arra, hogy jaj, meghalnék a hazáért, de igazából megölném a szomszédomat, mert hangoskodik, vagy ilyen vagy olyan van, és hogy nagyon nagy ez a feszültség az emberekben, én megértem, de valahol a Jóisten is mindig ezt akarja, hogy békét hoztam, és ha béke lenne, akkor nem kéne félnünk. Az emberek most rettegnek, félnek a háborúktól, és ezt el kéne kezdeni, ezt a hazánkban lévő békeszeretetet. Úgy szoktam azt élvezni, külföldön járok, és a magyarok integetnek egymásnak, hogy ezt kéne tenni itt is. Magyarországon a magyarok szeressék egymást. Én szerintem hazaszeretet most ez az egyik legfontosabb része a szeretetnek, hogy békét adunk egymásnak, békések vagyunk egymással. Így szeretjük a hazánkat. Legfontosabb értékként a béke fontosságát emelte ki, hogy szeretetben, békességben próbáljanak meg az emberek egymással élni. Mint mondja, az emberek többsége önmagukkal sincs harmóniában, ami megmutatkozik az egymással való kapcsolódásokban is. Azt látom, hogy azt tapasztalom az emberekkel való kapcsolataimban, hogy annyira sokat akarunk, és nem vagyunk megelégedve soha semmivel. Úgy szoktuk emlegetni, hogy bezzeg a mi időmben, de nem is a mi időmben, a régebbieknél, hogy sokkal szegényebbek, sokkal nehezebb életkörülmények között békésebbek voltak, boldogabbak voltak. Most kell, ez kell, az is meg kell szerezni, küzdünk, harcolunk az anyagi javakért, de nem a békért. És ez nem hazaszeretet, ebből nem lesz haza, mert nem érezzük jó magunkat.
Petkó Tamás hozzátette, nagyon fontos, hogy a mai fiatalság is ismerje múltunkat és történelmünket. Én annyira sajnálom, hogy a fiatalok nem tudják azt, hogy mi történt régen, hogy volt a régi időben. Én büszke vagyok mindig arra, hogy sok helyen is mondom, hogy 50-es években, ugye jól tudjuk mi, akik már a szüleink még ebben a korban éltek, apukám nekem 4 évig volt börtönbe. És nekem ez meghatározó, hogy azért volt börtönben, mert pap akart lenni. És át kellett menni a határon, ezeki engedelmességet kellett. És elkapták, börtönbe volt azért, sok minden történt vele. És tudnunk kell, hogy mik történtek a múltban, honnan jöttünk, kik vagyunk. Ha nincs egy gyökerek, ezt tudjuk mindannyian, nincs egy gyökerek, egy fának nincs gyökere, akkor az kiszárad, elszárad. A magyar nép is, ha nem fog a múltjára emlékezni, hogyha nem tud megemlékezni 200 ezer emberről, akik meghaltak, és nekem az volt, amikor végig gondoltam ezt, hogy a döbbenet, hogy a családok, hogy hány család, és ezen gondolkodtam most itt a végén, hogy amikor meghal ma egy fiatal ember Magyarországon, mert megölik az egyik faluban, a híradó ezzel van tele, hogy a Magyarországon mi történt egy faluban. És itt meghalt 200 ezer ember, 200 ezer családnak a gyógyásza, szóval félelmetes, és mennyire nem foglalkozunk ezzel. Én nagyon kívánom a fiatalságnak, hogy foglalkozzon a történelmével, a gyökerével, mert majd csak így tud majd repülni, vagy szárnyalni, ha tudja, hogy honnan is jött. Fontos, hogy a hazaszeretetre és a hazafias gondolkodásra való nevelés elkezdődjön a fiatalok körében.